hat hattyú. Egy kislány kis szív, mint a hajnali ég. Oly szép, oly szép, mint a tavasz ég. Ezt kérem én tőlem. Hé, hé, gyerde! Gyorsabban, gyorsabban! Fényképezte Konstantin Kröning. És bölcsen is kedves. A mizelit! Alfonz Wilhelm, inkább csutakoljátok le a lovakat! Henrik, segítsünk! Gyere ide! Nem. Sosem hallgatnak rám. Zene Moritz Denis, Erike Hosenfeld és Tim Stanzel. Na meg! A Grimm fivérek meséje nyomán a forgatókönyvet írta Ines Kerl. Gyere ide! Ne! Fúj! Te voltál! Na, várj csak! Úgy is elkapunk! Péter, Mihály, hagyjátok abba! Gyerünk utána! A fiú a tervedet hordja? Igen. Nézek a húgomnak egy újat. 7 fiú lesz rajta. Csak azt te. Annyira szeretem egy kislányt. Egy kedves, rendes kislányt. Tilma, hagyd abba! Gyertek már, gyertek ide! Hey! Azt mondtam ide! Rendezte Carola Hatto. Na, gyere! Gyertek ide! Jaj, ne! Alfonz Wilhelm! Gyerünk! Kézlány! Hozzatok vizet! Hozz vizet! Gyorsan! Hol a vödör? Menjetek vízért, futás! Mi történt? Gyerünk, hol a vödör? Gyere már! Futás! Gyerünk! Igyekeztetek! Gyertek már! Gyerek már! Hol marad a víz? Ide! Gyorsabban! Itt van! Gyorsan el kell oldani! Ég a fajta! Gyorsan, ég a fajta! Ide! Siessetek! Meg kell mentenem a fajtát! Hozzatok ide! Ég a fajta! Gyorsan, vagy gyorsan van! Gyerünk! Gyerünk, hozzatok ide! Segítség, ég a fajta! Ne menj oda! Maradj távol a tűztől! Gyere ide! Gyerünk! Jön a gyerek! De ez még túl korai. Gyere. Henrik! Henrik, jön a gyerek! Gyerünk a tóhoz! Igen, a tóhoz! Gyerünk! Na, ki jön előtt? Nem hiszem, hogy a kisbaba túléli. Hozzatok vizet! Szükség kereszt előle! Nem szabad feladnod. Ez szükség kereszt előled!
A szülés eltart egy ideig. Nincs nekem, mi már tudjuk. Hol marad az a víz? Semmire kellő! Üsteltelek őkök! A húgot a keresztség nélkül hal meg! Bárcsak eltűnnétek a szemem elől, egyszer s mindenkorra! És jót kívánunk neked a születésnapodra. Sok boldog pillanatot. Ezer csókot. És egy herceget. Mindig ezt kívánjátok. Mikor hoztok végre egyet? Az előbb még itt volt. Megkeressük. Gyere, menjünk. Nem, inkább arra. Sütöttem egy finom sütit, és van sült alma is. Mogyoróval? Csak miattad. Nagyszerű. Nézzétek. Oh, csodaszép. Bizony az. Apától kaptam. A legjobbtól és a legdrágábbtól a világon. Mindjárt jövök. De jó, hogy mind itt vagytok. Isten éltesse. Köszönöm. Sok boldogságot. Köszönöm szépen. És apa hol van? Ott. Ez is az enyém. Rám sajnos, te jó. Csodálatos. Köszönöm. Ez aztán tetszeni fog a hercegnek, ha eljön. Nem akarod felpróbálni? Kár, hogy nincs minden nap születésnapom. Nem lepne meg, ha hamarosan megkérnék a lányod kezét. De én nem adom oda egykönnyen senkinek sem. Jaj, apa. Én örökre veled maradok. Renáta néni. Már olyan régen nem voltál nálunk. Ma nem hiányozhattam ezen a különleges napon. Tessék! Ez a tiéd. Milyen gyönyörű hímzés. Egy lány, és 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Miért van rajta hat fiú? A nénikét hat kérőt kíván neked. Nagyszerű. Abból még nekünk is jut néhány. Az övet az édesanyád kapta tőlem röviddel a születésed után. Jó, és ki ez a hat fiú? Mi bajod van, apa? Miért nézel így? Apa! Mi van ezzel az övvel? Miért teszed ezt velem, Renáta? A húgom azt akarta, hogy adjam oda neki a 18. születésnapján. Megígértem anyukádnak a halálos ágyán. Apa! Apa! Apa, kérlek! Apa! Apa, mondj valamit. Én vagyok a lány. És kik ezek a fiúk? Valaha volt hat bátyád. Hat bátyám. Mi történt velük? Meghaltak? Nem, eltűntek. Eltűntek? Elbújtakoltak. Na de miért? Csak a csínyen járt az eszük. Reggeltől estig. És a születésed napján betelt a pohár. Felgyújtották a pajtát. Egy hajszál hián leégett a tanyánk. Anyád elkezdett vajudni. Elküldtem Benyámit. Benyámit? Elküldtem az összes fiút vízért, a szükségkeresztelőthöz. És aztán? Sejtelmem sincs. Már csak az eltört korsó találta meg a tónál. Eltűntek mindannyian! Sosem kerested őket? De az első években. Mindig újra lejöttem a tóhoz. Én csak azt akartam, hogy gondtalanul élj. Ne ezzel a teherrel. De anya azt akarta, hogy megtudja. Eltitkoltad előlem ennyi éven át. Azt hiszed, nekem könnyű volt. Hiszen csak miattad tettem. Constance! Constance, várj! Téged, kis hugunk. Köszönöm.
vagytok a testvéreim? Igen, mi vagyunk. Te lennél? Benjamin! Benjamin! Kedves hugocskám! Oh. Wilhelm vagyok. Tilman! Tilman! Alfonz! És te ki vagy? Péter! Péter! És te? Mihály vagyok. Igen. Vannak testvéreim. Milyen szép álom. Ez nem álom. De már felnőttnek kéne lennetek. Szellemek vagytok. Várj, maradj! Nem szellemek vagyunk, hanem átkozottak. Átkozottak? Apánk átkot szórt ránk, mert nem fogadtunk szót. És abban a pillanatban hattyúkká változtunk. Látod ezt? Apa azt mondta nekem, hogy elbujdokoltatok. Hazudik! Pontosan látta, hogy mi történt. Apa, miért tetted ezt? Azonnal beszélnünk kell veled. Mi nem mehetünk veled. De miért nem? Ha újra leszáll a köd, hattyúkká változunk. És akkor... Akkor... Akkor mi lesz? Örökre hattyúk maradunk. Kivéve akkor... Nem, senki. Senki sem válthat meg minket. Most te hazudsz! Konstance képes rá! Nem, Benjamin! Te, Alfonz! Ő megválthat minket! Halljam, Alfonz. Mit kell tennem? Túl nagy áldozat lenne. Hiszen mi összetartozunk. Hat évig hallgatnod kell. És hat inget kell varnod nekünk csalámból. És ha csak egyetlen szó is elhagyja az ajkadat. Az törként furódik a szívünkbe. És meg fogtok halni? Letelt az időnk. Indulnunk kell. Csak hat ink kell. Csak hat ink kell. Csak hat év. 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 Csak hat ink. Megváltalak titeket. Az életem árán is. Hol voltál? Aggódtam érted. Te hát tudod. Igen, hazudtam neked. De kérlek, értsd meg, nem tehettem mást. Hiszen anyád is ebbe halt bele. Már nem vonhattam vissza az átkomat. Azt akartam, hogy legalább te boldogan nőj fel. Csak te maradtál nekem. Mondj valamit. Thank you.
A szarvas az enyém! Gyerünk! Lovagoljatok előre! Királynőm, az audiencia. Megvárjuk a fiamat. Igen, felség. Majdnem lelőttem a szarvast. És aztán? Semmi. Hercegem, hátul jobbra. Bocsáss meg a késésért, anyám. Markus, elvárom, hogy komolyan vedd a királyi kötelezettségeidet. De még nem vagyok király. Csak majd, ha te... Igen, ha én meghalok, te leszel a király. Remélem, az a nap még igen távol van. Addig még van időd, hogy megtanuld, amit tudnod kell.
Következőt, királynőm. Kérlek, maradj! Én nem bántalak. Ki vagy te? Hogy hívnak? Csoda szép vagy. Tudsz beszélni is? A nevem Markus. Elárulnád, hogy téged hogy hívnak? Megint udvariatlan voltam. A világ összes virágát megkapod, ha elárulod a nevedet. Nem akartalak meglesni fürdés közben. Nem tudhattam, hogy... Néma vagy. És nem dühös. Nincs kedved egy kis lovagláshoz. Döntsön a virág, hogy eljöhetsz-e velem, vagy sem. Beleegyez-e? Eljön? Nem. Eljön? Nem jön el. Eljön? Nem jön el. Eljön? Nem jön el. Eljön? Nem jön el. Eljön! Gyere!
Na, sikeres volt a vadászat? Markus! Gyere fel hozzám! Ő az anyám volt. Szerinte kissé elhanyagolom a kötelességeimet. Maria! Kérlek... Kérlek, gondoskodj a kedves vendégemről. Igenis, uram. Mindjárt visszajövök. Észnél vagy? Anyám, én... Ki ez a nő? Egy lány az erdőből. A tónál találkoztunk. Egy herceg nem visz a kastélyába porlányt. Na de... Azonnal hagyja el az udvart. Addig marad, amit csak akar. Egyedül él. És néma szegény. Megszakad a szívem. Anyám, érts meg engem! Egy herceg sosem szerelmes. Mindig elfogyja az érzéseit. És valamikor kiházasítják. Persze, tudom. Gazdag lány kell. Királysággal. És te választod ki nekem. Ez azért nem annyira borzalmas. Ez jól állna önnek. Vagy ez? De én szerelmes vagyok, anya. Egy herceg nem veszti el a fejét. Nem. Csak a szívét. Jól fest benne. Nem jól. Elbűvölően. A vendégem még a napnál is szebb. Hercegem? Kérem, ne! Igen, én... Én vagyok a herceg. De most azt kívánom, bár ne lennék az. Audenciákra járok. Uralkodni tanulok. És helyesen viselkedni. Vadászni. Hogy az ország legjobb íjásza legyek. A zenére nem sok időm marad. Nos, mit sikerült megtudnod? Uram, valóban nem beszél. Még akkor sem hagyta el szó az ajkát, amikor megszúrta egy tű. Különös. A lány árt a hercegnek. Pedig nagyon oda van érte. Értem. Hogy játszom el, Anton? A táncban lépek boldogan, szép lány arca nyugtalan. Ez ki engem eljegyez, és örökre a párom lesz. De választott a szívem már, az üdvözlésem néki. Jár, hisz csillag szemem megigéz, ha dalom közben engem néz.
Hová mész? Ide nézz! Minden, amire egy nő vágyik. Arany, gyöngy, ékszerek. Mindez a tiéd lehet. Igen. Minden a tiéd. Ha elmész. Most azonnal. És soha többé nem jössz vissza. Soha többé. Királynőm, vajon sikerül a tervünk? A néma lány meglopott engem. Minden kincsem és ékszerem eltűnt. Ezt nem hiszem el. Ottó a tanúm rá. Hittem, többé sosem látlak. Miért futottál el? Hiszen ezt én vesztettem el. Ez az enyém. Szóval te voltál. Amikor eltűntél, szinte megfagyott a szívem. Anyám azt állítja, hogy elloptad az ékszereit. Hiszek neked. Meg akart vesztegetni az ékszerekkel, hogy elmenj. Az én édesem. Az én tündérem. Szólíthatlak így? Tündér. Tündér, arra kérlek, légy a feleségem.
Kérlek. Nem. De anyám, ki járta a próbádat? Markus, megtiltom, hogy feleségül vett. Nem tilthatsz meg semmit. Ő az igazi. És a királysága a szíve, amit nekem adott. A számomra parancs. Thank you.
érzed jól magad? Szeretlek. Uram, én félek. A hercegnő lába minden reggel fekete a kosztol, és tele van hólyaggal. Rejtegeti előlem, de én azért látom. És a keze vörösre dagadt, mintha nehéz munkát végezne éjjelente. Pedig hát alszik. Félek, hiszen ez... Itt ez a rózsafüzér. Megóva bajtól. Tudod, a királynő számít az éberségedre is. A titoktartásodra. Királynőm, a gazda azt állítja, hogy az egerek felfalták a gabonáját. Két dukátot szeretne kölcsönbe, hogy átviselje a telet. Ha az egyiknek adunk, a másik is kér. Nincs semmi fölöslegem. Anyám! Törődtél valaha is az ország pénzügyeivel, nem? Úgyhogy hallgass! Szerezzen egy macskát, az megeszi az egereket. A tanácsot ingyen adtam. Következőt. Bocsáss meg nekem. Tudom, hogy súlyos bűnt követtem el, de meglakoltam érte. Könyörülj meg rajtam. Mindent megteszek, amit csak akarsz. Csak szabadíts meg a kínjaimtól. Marad. Úgy rohantál el, mint aki ördögöt látott. Ismered a férfit? Akkor mi kavart fel ennyire? Tehát ismered a hercegnőt. Hogy hívják? Honnan jön? Beszélj! Halljam! Kérlek, bíz benne. Mit titkolsz előlem? Hercegnő, az én lányom. A te lányod? Felség, bűnt követtem el. Aznap, amikor Konstance megszületett, megátkoztam a fiaimat, és átváltoztak hattyúvá. Folytasd! Szívem szerint világgá kürtölni. A jövőben kímélned kell magad. Egy lépés sem tehetsz.
hercegnő, milyen mentséged van az illetlen viselkedésre az audencián? A hercegnőnek nem kell szabadkoznia. Nagyon tévedsz. Ismered azt a férfit? Tündér, mi a baj? Ezt a hattyút én magam lőttem. Még fiatal volt. Nagyon zsenge a húsa. A hercegnő mostantól más étkeket kap. Ugyanis... Az fogja enni, amit mi? Ez a lány megbabonáz. És még csak észre sem veszed. Anyám, ezt a bűbájt úgy hívják, hogy szerelem. Kínozod magad? Nem látod? A nejednek sötét titkai vannak. Biztos van rá valami egyszerű magyarázat. Igen, erre mérget vehetsz. Markus? Nem különös, hogy Ottónak ez fájdalmat okoz. De ő nem ére semmit. Nyírd már fel a szemed, kínokat kellene szenvednie, hiszen csupa seb a keze. Egyáltalán miféle fajzat ez? Anyám! Kérlek, hagyd abba! Én csak hangosan gondolkodom, helyetted is. Királynőm, el akar minket pusztítani. Mit? Mit akar ezzel? Kinek készült? Milyen hatalmat szolgálsz, te lány? Miféle varázslatot rejt ez az öv? Ez itt mind... az ördög műve. Tündér és én gyereket várunk. Egykor hat bátyád volt. Benjamin, Wilhelm, Michael és így tovább. Szüleid szemefénye mind. Aztán jöttél te, csak egy kislány. Nem a hetedik fiú. Mardosott a féltékenység.
az irigység. És elátkoztad őket. Magadnak akartál minden örömet, de... Mint hiába. Anyád bánatában meghalt. A fiai halálát sosem heverte ki. Te ölted meg őt. Te voltál, aki végzett vele. Az apád kitagadott. Te és az ártatlan külsőd, ami mögött az ördög rejtezik. Nem tetszenek a hazugságaim. A népem gyűlölni fog miattuk. És mit gondolsz, mit szól majd hozzá a fiam? Csak el kell menned. Most azonnal. Örökre. És a hazugságaim nem látnak napvilágot. Sötét hatalmak fenyegetnek minket. Mi azonban szétzúzzuk az erőiket. Semmisítsétek meg az összes csalát. Tépjétek ki, és égessétek el a sátán füvét. Egyetlen szál sem maradhat épségben. Anyám! Kérnék tőled valamit. Békülj ki tündérrel. Gyerekünk lesz. Hiszen a javamat akarod. Markus, pontosan miattad nem békülhetek ki vele. Hiszen te magad is láttad. A család? Az ingeket? Igen. Én magam sem értem. Emlékszel az utolsó audenciára? A férfi neve, aki térdre esett előtte, Henry. És ő az apja. Azt mondta, nem ismeri. És elhitted neki? Csúfjátékot űz vele, ahogyan veled is. Ez nem igaz. Tündér szeret engem, és én is őt. És ez a szerelem bakká tesz. Maria! Fenség? Mondd el a hercegnek, hogy a nép mit gondol a feleségéről. Kérem, kegyelmezzen. Beszélj! Hercegem, nagyon félek. Mindnyájan félünk a hercegnőtől. A királynőtől tudjuk, hogy megölte a fivéreit és az anyját. Megölte a fivéreit és az anyját. Ostobaság. Ostobaság. Hans! Hans! Te félsz a hercegnőtől? Nem. Igen, bűnt követett el.
Igen. Mi jutott belétek? Mégis miről beszéltek? Marcus, a tollukat akarom. A herceg lőjön nekem egy hattyút! Lőj már végre! Miért csináltad ezt? Nevetségessé tettél. Anyám azt mondja, hogy megölted a fivéreidet. És az anyádat. A nép hisz neki. Felejtsd el az ingeket, kérlek. A kedvemért sem. Az a vándorember az apád? A fenében miért nem tudsz beszélni? Mondj már valamit! Szellemek. Mindenki fél. Mindenki fél tőled. Gyorsabban, a doktor már vár. Nem elég, hogy megölted az anyádat és a bátyáidat? Még a fiamat is meg kellett mérgezned? Gyilkos vagy, és most már méregkeverő is. Mit csinált a herceggel? Hagyjon! Hagyjon! Constanze, édes gyermekem! Miért nem szólalsz meg? Egy szavadba kerül, és a királynőnek vége. Bár segíteni akarok. Nehogy még azt is elveszítsd, akit szeretsz. Ezt neked hoztam. Sziki kocsort, árnika, vérfű és angyalgyökér. Főzd meg vízben és borban, aztán adj belőle Marcusnak óránként 2 kanállal.
Ezzel a főzettel mentette meg anyád Benjamin életét, amikor vérmérgezése volt. Higgy nekem, kérlek. Szellemeket szólítottad a temetőben. Menj! Őrség! Őrség! Menj már! Ott van! Gyerünk! Indulás! Örömmel látom, hogy újra jól vagy, hála az égnek. Anyám, volt egy lázámom. Tündér ott ült az ágyamnál, és meggyógyított. Igen, ott ült az ágyadnál, és meg akart ölni. Nem. Ezért el kell mennie. Nem. Különben miért sebesített volna meg? Az baleset volt. És a mérgezett főzet, amit megitatott veled? Anyám, lázámomban én is ezt hittem, de most már tudom, hogy... Fenséges asszonyom, Markus herceg... Kérem, bocsássanak meg nekem, de a hercegnő... Mi van vele? Itt a gyerek. Egy fiú. Kisfia. Megtanítalak majd vadászni. És lovagolni. És úszni. Édes kis Viktorom, meglátod? Neked is megfelel, ha Viktor lesz a neve. Thank you.
Megölte a gyermekét! Gyilkos! Boszorkány! Gyermekgyilkos! Boszorkány! Örök! Ne érj hozzám, te boszorkány! Istenem, mit tettél? Fogjátok le! Mi? Gyerünk! Vigyük! Bízd csak rám mindent. Na felé, boszorkány! És az összes sátáni kelléked égjen el veled együtt. Most vége lesz. Csendet! Ez az asszony a puszta kezével megölte a saját gyermekét, a trónörökös fiát, a királynő unokáját! És rajta kaptuk, hogy boszorkányságot űz. Büntetésül a boszorkány égjen el a mágián! És vele együtt a sátáni inge is! Tündér! Tündér! Vessünk véget az ügynek. Igenis. Meggyújtani! Kinyitni! Thank you.
A sötét erők fellázadnak. Őrség! Fivéreim, élni fogtok. Szabadok vagytok. Téged pedig feloldozunk az esküd alól, drága hugunk. Konstance, nagyon köszönjük neked. Konstance, te tudsz beszélni? Hát persze. 6 évig hallgatnom kellett. 6 hosszú évig, hogy megváltsam a bátyáimat. Péter, Alfonz, Wilhelm, Tilman, Mihály és Benjamin. A húgunk Konstance megváltott minket. Igen. Mindnyájunkat. Az én átkomtól. Édes fiaim, hát éltek. Meg tudtok nekem bocsátani. Igen, apa. Igen, olyan boldog vagyok, apa. Konstance, köszönjük! Örülök. Olyan büszke vagyok rátok, gyermekeim. Gyertek ide. Markus, a kicsi fiunk. Nem bíztam az ártatlanságodban. Vak voltam. Kérlek, bocsáss meg nekem. A gyerek nem is halt meg. Ő az, aki kitette az erdőben. De én megtaláltam. Hazudsz. Ez itt a boszorkány apja. Az ördöggel cimborál. Esélytek, tömlődsz be! A királynő mindvégig hazudott nekünk. A te időd, anyám. Lejárt. Nem részeld. Hiszen a fiam vagy. Konstance.
Kérlek, bocsásd meg, hogy vétkeztem ellened. Arra kérlek. Légy a királynő. Szeretlek, Markus. Végre megmondhatom neked. Szeretlek, és a szeretet megbocsátó. Hogy beszélni tudsz, még szebbé varázsol. Országunk apraja és nagyja példaképként tekint rád. Mert erős, bátor, kitartó és jó szívű vagy. Markus király és Konstance királyné!